A horoszkóp sokat vitatott téma, valaki hisz benne, valaki pedig nem. Elérhető napi, hétvégi, havi, egészségügyi, pénzügyi és szerelmi horoszkóp. Sokan a csillagjegy alapján választanak párt maguknak, célirányosan így keresnek partnert. A horoszkóp egyfajta iránytű egyes emberek számára. Jellemet, lehetőségeket, képességeket mutat be, a fejlődés biztosító utat. Az egyéni horoszkóp jellemzését az aszcendens határozza meg, ehhez azonban szükséges a pontos születési dátum és helyszín ismerete. Ennek kapcsán született meg ez a videó, ez egy jó téma lehet, nézzük meg a sorozatgyilkosok csillagjegyeit. Milyen érdekességek, párhuzamok lehetnek a gyilkosok között? Mire lehet ez alapján következtetni? Lehet-e ennek bármiféle jelentősége? Ennek próbáltam utána járni. Kezdjük a nyilas csillagjeggyel. A listát az egyik leghíresebb sorozatgyilkossal nyitom meg, aki nem más, mint Ted Bundy. Aggodalomra azonban semmi ok, kevésbé ismert gyilkosok is szerepelnek a videóban. Nem az úgynevezett lerágott csontokat fogom agyonra kivesézni újra és újra. Bundy a nyilas jegyében született 1946. november 24-én. Egészen felnőtt koráig abban a hitben élt, hogy nagyszülei a szülei, anyja pedig a nővére. Ezt az egész színjátékot azért találták ki, hogy édesanyját megvédjék, mivel nem volt férjezett. Több mint 10 évnyi tagadás után végül 30 nő meggyilkolását ismerte be, de az áldozatok valódi száma a mai napig rejtély. Általában nagyon verte, időnként megfojtotta a védtelen nőket. Mindemellett nekrofíliával is gyanúsították. Brutalitása ellenére művelt és vonzó férfiként írták le. Barátai és ismerősei úgy emlékeztek rá, mint egy jóképű, meggyőző férfi. Chapman 1865. december 14-én született a lengyelországi kongresszusban, a viktoriánus korszak lengyel sorozatgyilkosa. Egy bizonyítvány szerint, amelyet letartóztatása után találtak meg a személyes tárgyai között, 14 évesen egy vezető sebésznél, Mósz Rapamportnál tanult, akinek olyan eljárásokban segítkezett, mint például hogyan kell felnyitni sebészi pontossággal egy ember mellkasát, vagy milyen esetekben kell piócákat alkalmazni. Chapman felnőttként Angliába költözött, ahol elkövette a bűneit. 3 nő megmérgezése után elítélték és kivégezték, de ma leginkább azért emlékeznek rá, mert néhány korabeli rendőr azzal gyanúsította, hogy ő a hírhedt sorozatgyilkos hasfelmetsző Jack. Ezt azonban soha nem tudták bebizonyítani. November 28-án született Pennsylvániában, és ott is szedte áldozatait, összesen 10 gyilkosságot tudtak rábizonyítani, de a hatóságok szerint ennél több is lehetett. Korán agresszív, deviáns viselkedést tanúsított, már 8 éves korában bántalmazta egyik iskolatársát és ellopta bicikliét. Felnőtt élete nagy részét rács mögött töltötte, 1963-ban nem erőszak és gyilkosság vágyával lecsukták. A 70-es évek végén engedték ki, de sokáig nem élvezhette a szabadságot, mert 82-ben újra börtönben kötött ki, ugyanis ebben a röpke időszakban legalább 9 nővel végzett. November 6-án látta meg a napvilágot. 8 emberrel végzett, összesen 6 államban gyilkolt és 3 államban ítélték halálra. Coleman feleségével Debra Brown-nal együtt követte el a gyilkosságokat, aki szintén a nyilas jegyében született 1962. november 11-én. Coleman-t Ohio-ban végezték ki 2002-ben, a nőt Ohio-ban és Indiában ítélték halálra. Később mérsékelték életfogytiglanra, a büntetését mai napig tölti. Coleman-nél vegyes személyiségzavar diagnosztizáltak, valószínűleg antiszociális, narcisztikus és rögeszmés vonásokkal, valamint további diagnózisokat, köztük epilepsziás görcsöket, pszichózist és borderline személyiségzavart.
Debrának 10 testvére volt, gyermekkorában fejsérülés szenvedett és egy pszichiáter személyiségzavarral diagnosztizálta. 1983-ban ismerkedett meg Coleman-nel, nem sokkal később össze is bútoroztak. A nő készséges részvevője volt Coleman gyilkosságainak, kapcsolatuk előtt nem volt erőszakos vagy bűnügyi múltja. Nagyon sokoldalú jegy, elképesztően energikus, mely meg is nyilvánul tetteiben, mivel fáradhatatlan természetű, fizikai és szellemi szinten is kifogyhatatlan energiával rendelkezik. Az viszont nem mindegy, miben nyilvánulnak meg ezek a tettek. Az tény, hogy a felsorolt gyilkosok mind energikusak és fáradhatatlanok minden téren. Egy a probléma, hogy ezt az energiát másokon vezették le. Aljas, megbocsájthatatlan gyilkosságokra fordítva. A nyilas egyébként rendkívül ellenálló, csak is neki lehet igaza, kizárólag akkor hajlandó együttműködésre, ha egyetértesz vele, sőt, ha lehetősége van, azon dolgozik, hogy megakadályozza mások elképzelésének megvalósulását. Dahmer a Netflix idézőjeles üdvöskéje és tettei ellenére a női szívek álma 1960. május 21-én látta meg a napvilágot. Gyermekkorának korai évei normálisan teltek, 10 éves kora után kezdett zárkózottá válni. Ekkoriban elpusztult állatokat vitt haza és felboncolta őket. 10 éves korában inni kezdett és alkoholistává vált. Egyik iskolatársa felidézte, amint egyszer kérdőre vonta Jeffreyt, hogy mi az, amit iszik, mire Jeffrey megrázta a fejét és annyit mondott. A gyógyszerem. Összesen 17 férfi és fiú megölése miatt ítélték el. Áldozatai közül legtöbben afrikai és ázsiai származásúak voltak. Gyilkosságai során több hátborzongat és beteges dolgot vitt véghez. Nemi erőszak, kínzás, feldarabolás, nekrofília, kannibalizmus. 1994. november 28-án Dahmert a kolumbiai büntetés végrehajtási intézetben egy rabtársa Christopher Scarver egy vasrúddal agyonverte. A Sacramento-i vámpír 1950. május 23-án született Kaliforniában. Chase már kisgyerekként is szeretett tüzeket gyújtani és állatokat kínozni, 10 éves korára már macskákat ölt, dohányzott, ivott és gyakran keveredett bajba, de semmi megbánást nem tanúsított. 6 embert ölt meg egy hónap leforgása alatt. A Sacramento-i vámpírként vált ismerté, nevét onnan kapta, hogy ivott, megölt áldozatai véréből és evett is a holttestekből. 1980 karácsonyán a cellájában találtak rá holtan, gyógyszer túladagolásban halt meg. Daniel Harold Rowling 1954. május 26-án jött a világra. Már tinédzserként többször letartóztatták rablások miatt Georgiában, és rajta kapták, hogy egy öltöző nő után kémkedett. Felnőttként nehezen tudott beilleszkedni a társadalomba, és nem tudott állandó munkát szerezni magának. 1990. augusztusában 4 napon keresztül csak ölt és ölt, összesen 5 diákkal végzett ez idő alatt. Majd később bevallott, hogy több áldozatát megerőszakolt, és 3-as gyilkosságot követett el szülővárosában, Louisianában, és megkísérelte meggyilkolni apját 1990. májusában. Rowling összesen 8 ember meggyilkolását vallotta be, 1994-ben halálra ítélték, 2006-ban halálos injekcióval végezték ki. Május 21-én született, édesanyja prostituált volt és 17 évesen hozta a világra Kennethet, 2 hét után lemondott a gyermekről és örökbefogadták. Fiatal korától kezdve mélyen zaklatott volt, örökbefogadó édesanyja kényszeres hazudozónak nevezte őt attól fogva, hogy beszélni tudott. Gyakran transzszerű álmodozásokba esett és szemei felakadtak, majd kifordultak. Ezek a rohamok több évig tartottak, majd felnőtt korára elmúltak. Emellett több vizsgálaton is részt vett vizeletürítési problémái miatt, ami nagy megaláztatást okozott számára. Emberrabló is nem erőszaktevő volt. Minimum 12 áldozata lehetett. Unokatestvérével karöltve gyilkoltak védtelen nőket. Jelenleg életfogytiglan börtönbüntetését tölti Washington állam büntetés végrehajtási intézetében.
Szeszélyes, kedves, bájos, ha férfi, akkor sármos. Szellemes, okos, kapködő típus és kis ingerlékeny. Sok téma érdekli, ám kevés terület az, amiben igazán elmélyíti a tudását. Mindezek mellett két arcú, egyik része figyel az adott illetőre, a másik része pedig valahol teljesen máshol jár. Ha úgy érzi, hogy fenyegetve van, nem habozik alaposan helyre tenni az illetőt, mivel független személyiség, akit nem lehet irányítani, mindig a saját útját járja. A változékonyság és a kiszámíthatatlanság a két kulcs szó a jelleméhez, sőt, mondhatni, hogy az egyik legkiszámíthatatlanabb csillagjegy az ikrek. Így nem csoda a környezete megdöbben fura viselkedésén. Nézzük csak példaként Dahmert, ha már őt megfilmesítették, és a sorozat alapján szeszélyes, sármos, változékony és kiszámíthatatlan. De úgy gondolom, ezek jellemzőek Dahmeren kívül a többi ikrek csillagjegyű gyilkosra is. Érdekesség még, hogy mind a négy személy május 21 és 26 között született. Lehetséges lenne, hogy valami misztikus jelentősége van ezeknek a napoknak. Ez lett volna a sorozatgyilkosok csillagjegyeiről szóló videó. Te mit gondolsz? Van bármiféle köze a csillagjegyeknek ahhoz, hogy ilyen szörnyű tettekre voltak képesek ezek az emberek? Vagy csupán a puszta véletlen műve? Írjátok meg bátran a véleményeteket, jelezzétek, ha tetszett és szeretnétek folytatást. Amennyiben van kedved, csatlakozz a csatorna tagsághoz, valamint élhetsz a szuperköszönt lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!